Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, hogyan érd el az ingatlanos álmaid. Én itt az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, illetve van egy havi előfizetéses klubom, ott hetente kapsz oktatóanyagot, ha esetleg érdekel, egy lényegesen olcsóbb kivitel. Viszont a legfontosabb kérdés szerintem, hogy kikkel veszed körül magad. Nem tudsz a klubba jelentkezni, tehát a személyesbe, úgyhogy nem a reklám helye, nem is ezért mondom. Viszont nagyon fontos, hogy igazából kikkel veszed körül magad. Ugye nem győzöm ezt hangsúlyozni. Akik klubtagok és régebb voltak klubtagok, igen, őnek itt lehet, hogy ez az egyetlen támogató közegük van. És én arra tudlak inspirálni, hogy alakíts ki magadnak egy támogató közeget. Ez könnyen lehet, hogy először a párod. Ez azt jelenti, hogy próbáljatok együtt fejlődni. Tehát magyarul ne az, hogy én ezt tanulom, te azt tanulod, és akkor teljesen a végén elfejlődtök egymástól, és tulajdonképpen már meg sem tudjátok beszélni a dolgokat egymással. Tehát az első, ha bár jöhetsz majd, ha jövőre lehet jelentkezni az ingatlan sámok klubba, akkor persze gyere, de addig is azt mondom, hogy a pároddal próbálj együtt fejlődni valamilyen irányba. Az lehet, hogy engem az ingatlan érdekel, őt meg mondjuk a hímzés, akkor is van egy közös pont, egy vállalkozás, hogy hogyan tudom esetleg felfuttatni én magamat vállalkozóként az ingatlan piacon, ő meg mondjuk a szabás varrással. Tehát akkor is van közös nevező. És ezt javaslom neked, hogy igenis keress egy közös nevezőt, ahol tudtok együtt fejlődni, mert tulajdonképpen, hogyha szerencsés vagy, mint akár én, akkor mondjuk úgy, hogy a mastermind társad a párod, feleséged, férjed, bárkid. Oké? Nyilván ugye az ingatlanos álmok klub is erről szól, hogy ott is van egy közösség, és ez egy választott család, ha mondhatok esetleg ilyet, amit te választasz, és oda akarsz tartozni, de addig is az első és legfontosabb, és az első lépés tulajdonképpen ez, hogy kialakítasz te saját magadnak egy olyan környezetet, ami inspirál. És hogyha az a környezet téged nem inspirál, látok ilyen embereket is, hát bizony megmondom őszintén, hogy az baj, mert az egész életét ez az emberke, vagy emberkék sajnos leúszhatják a WC-n, mert sosem tudják megvalósítani azt, amit ők szerettek volna az életbe, mert egyszerűen a környezet nem olyan. Ez lehet a feleség, lehet az anyós, lehet a barátok egyébként, hogy onnan nem tud kiszakadni, tehát hogy könnyen lehet, hogy környezetet kell váltani. Ugye én ezt meséltem már többször, hogy nekem ezt megadta az élet, mert főiskolára mentem Pestre, akkor onnan eljött, akkor hazajöttem Győrbe. Tehát nekem volt több ilyen környezetváltás, ami mondjuk úgy, hogy egy iskolával, munkával volt összefüggésben, tehát nem ilyen, hogy én most innen el akarok menni, és ott akarom hagyni a barátaimat, de akkor mindig egy magasabb szintre sikerült lépnem, és tulajdonképpen ezek akár az ingatlanos álmok klub is, ez is egy olyan közeg, ahol én magam választom már azt a közeget, és ez nagy szó, oké? Tehát, hogy nem az, hogy összebarátkoztunk, együtt nőttünk fel, mondjuk itt a panelban, ahol most is vagyok errefelé, hanem én ezt már tudatosan megválasztom, és tudatosan választhatsz egyébként olyan barátokat, olyan társat, párt, aki tulajdonképpen téged felnyom, az egekig emel. Oké? Őszintén remélem, hogy így választottál, mert tényleg ez a lépés, az első lépés, hogy a párod, a legjobb barátod, akik körülvesznek közvetlen környezetet, hogy ők mennyire inspirálnak, ha nem. Akkor viszont, hogyha nem tudsz váltani, akkor ők le fognak húzni, és ilyenkor van az, hogy 40-50 éves korban sajnos egy kiégett, megkeseredett valaki leszel, de nem ez a cél, hanem az, hogy iratkozz fel a hírlevélre, és akkor ott hetente kapsz oktatóanyagot, ha ingatlanos álmaid megvalósulásáért. Szia!